A legutóbbi szezont a 6. helyen zárta a megyei első osztályban a sényűi futballcsapat, 7 ponttal elmaradva a 2. helyezett Nagyecsettől. A 2017-2018-as bajnokság előtt merészebb terveket dédelgetnek Sényűn, ennek függvényében jelentős változások történtek a csapatnál. Ember Roland edzőhelyét Fogarasi Zoltán vette át, akinek munkáját játékos edzőként Fiumei Viktor, kapus edzőként Imrő László, masszőrként pedig Tasi Attila és Blaner Attila segíti. Olá Dávid, Madzin István és Jakocska Csaba távozott, érkezett viszont 7 új játékos. Gagyi Sándort említeném elsőként, akit ugye Tiszalökről, vagy illetve Nagyhalánszól igazoltunk kapusposzton. Érkezett hozzánk a Barcsai Márk, Cigándról érkezett ugye hozzánk a Lakatos László, aki Nyírbátorból érkezett hozzánk. Akkor a Kállai Gábor ugye Balkányban szerepelt legutóbb, és ő is minket választott erre a szezonra. Ugyanakkor az érkezők listáját még növelte a Marics Gábor, aki ugye Baktor Urand házáról érkezett hozzánk. A Fabó Márton legutóbb Tiszővárosban játszott, úgyhogy azt hiszem, hogy így vált teljessé, ugye, illetve hát nem utolsó sorban természetesen Fodor András, aki ugye az NB2-es Kisvárdáról igazolt hozzánk. A csengeri születésű, Nyíregyházán és a Puskás Akadémián nevelkedő Barcsai Márk a legutóbbi szezont az NB2-es Cigánnál töltötte. A 23 éves középpályás korábbi edzőjét követte Sényűre. Elsősorban az volt a motiváló, hogy kitűzött céljaik voltak, ugye a feljutás a cél, a remek edzővel, ugye én dolgoztam már Fogarasi Zoltánnal, és én úgy gondolom, hogy ő is volt a döntésem alapja, hogy ide jöjjek Sényűre. Sényűn az a cél, hogy a csapat harcban legyen a bajnoki címért. Az edző szerint kiegyensúlyozott szezon előtt állnak, ezért szeretné, ha a sényűi együttes minél előbb összeállna. Az én csapatém elég sok gólt rúgnak, ugye itt legutóbb a Cigándi vonal volt, hogy a teljes NB3-as mezőnyben a legtöbb gólt mi szereztük, úgyhogy itt is szeretnénk ugye egy nagyon hatékony és eredményes támadójátékot felvonultatni, és persze nyilván nem elhanyagolva a védekezés szerepét, hiszen régebben ez is jellemezte a csapataimat, hogy nagyon kevés góllal tudtuk le a bajnokságot. Bár itt a cél ugye most elég egyértelműnek tűnik, ha esetleg a rugott gólok számától nem olyan nagy mértékben marad el a kapott gólok száma, akkor sem nem boldogtalanok, hogyha az a végelszámolásnál úgy szól, amire mi gondolunk. A Sényű 7 felkészülési meccset játszik az augusztus közepén esedékes bajnoki rajtig. Elsőként szombaton a Kótai ellen lép pályára Fogarasi Zoltán együttese.